Jó estét kívánok, hölgyek, urak! És hölgy és urak, mert hogy csak egy hölgy van. És hát ez lesz a, az utolsó, a, ebben a tanévben az utolsó előadásunk, Úgyhogy mind csütörtök előadás, és még lesz egy június 9-én a lelkészi. Az is évzáró lesz. És, és aztán elkezdek, elkezdek dolgozni, mert aztán nekilátok látok, egy csomó mindenek, már minden össze van szedve, úgyhogy neki látok és csinálom. Már nagyon le vagyok maradva a mechanikus kivitelezésekkel, de megcsinálom. Még jön valaki, hál az égnek. Tehát annyira, annyira izgalmasak ezek a dolgok, érdemes vele dolgozni, amit kaptam kérdést, a ja, Tóth Rolandnak a dolgait. Igen, a Roland jó felé kaparászik, de ő valakitől vette, tehát nem, a, nem, vagy, nem biztos, hogy az ő saját ötlete lett volna, de ez sem baj, a lényeg, hogy jó felé kaparászik, az oroszok Kozirev. mindig előbbre vannak Kozirev. a gondolkodásban. A Kozirev, de más is, tehát azok, akik mondjuk a DNS-t is, amit én annyiszor elmondtam már, de már ezelőtt évtizedekkel is elmondtam, de akkor az még túl korai volt. Hogy, a, hogy az atom nem, nem egy zárt egység, és aztán annyiszor elmondtam, mint hogy azt is mindig elmondtam, hogy a, az Isten az nem egy nagyszakálú bácsi. De lehet az is. Na most ez egy ilyen zavart okoz az emberek fejébe, mert mi az, hogy ilyen is lehet, meg olyan is? Mert hát hiszen minden ideák birtokosa és minden tudás birtokosa. Ha valaki minden tudás birtokosa, akkor azt csinál, amit akar. Tehát magából is azt valósít meg, amit akart, tudja, hogy hogy kell ezt megcsinálni, mert már milliárd éves tudás van, sok milliárd éves tudás van a fejébe. Nem egy embernek a 20-30 éves tudásáról van szó, hanem milliárd évekről van szó. Nem millió, milliárd. Az ezerszer annyi, mint a millió. Tehát az nagyon nagy szám. És őrületes, nagy, nagy tudás birtokában van, tehát ő meg tud mindent valósítani, mint az ideák birtokosa. Hiszen Magából épít mindent, és magából csinál mindent. Tehát a, a Roland elkezdte feszegetni ezt a kérdést, tehát idő-energia, mert az energiát baromira, baromira próbálják körbehatárolni. Én rendszeresen reklamáltam, hogy a fizikusok képességet csak egyet nem tudnak, mi az, hogy energia, mi az, hogy anyag, mi az, hogy élet, csak ezeket a lényeges dolgokat nem tudják. Na, tehát itt is az energiáról van szó, és azt írta, ugye azt publikált és kísérletekkel is próbálta bizonyítani, láttam azt a filmet, amit csinált, angolul is elmondta benne, meg magyarul is elmondta benne, akkor reklamálták, hogy miért beszél közben angolul, meg tudom én, de amit csinált, elmondta magyarul, aztán elmondta angolul is. Egész jól elmondta angolul, úgyhogy mit mondjak erre? Hát ha nézik, hát engem is néznek minden nyelven, most már, hogy feliratozzuk a feliratozzuk a, a dolgokat, de most már magyar felirat van, de nem csak magyar felirat van, mert ha van felirat bármilyen nyelven, ami van a raktárban, hát a magyar speciál van, és akkor bármilyen nyelvre lefordítja, tehát angolra, franciára, németre, bármire, csak be kell kapcsolni, van ott egy kis fogaskerék, és akkor ott van, hogy magyar, és akkor ott rá lehet kapcsolni, hogy automatikus fordítás, és akkor a, rá kattint a fordításra, ad egy kutya kutyanyelvet, amin ott vannak felsorolva, hogy milyen nyelvekre tudja lefordítani, és akkor azt mondom neki, hogy angol, akkor angolul kezdi feliratozni a, a dolgokat. Egyébként, ha nem, akkor meg magyarul, vagy ahogy a géped állítva van. De ne csodálkozz el, hogyha attól kezdve az összes filmet, angolra akarja feliratozni, amit vissza lehet kapcsolni, tehát nem téma. Vagy kikapcsolni. É, nem túl bonyolult, az a fogaskeréknél ott van a film alján, jobb oldalt van egy ilyen fogaskerék, és ott. Akkor, hogyha fehér, a, a van ott egy ilyen kis táblázatszerű, kicsi kis képecske, pici, és a, ott, ha az fehéren világít, akkor rámész a nyílal, akkor kérje, hogy felirat rendelkezésre, ha meg rámész, nem nincs felirat, akkor kérjük, nem áll rendelkezésre felirat. De az azt jelenti, hogy akkor nem tudja lefordítani. Egyébként le tudja fordítani, még azt is le tudja írni, amit én mondok. Tehát most úgy feliratozzuk, hogy a nagyon kedves barátunk letörtött egy szoftvert, és fizetett is érte valamit, és a Tomor Tomi, és akkor ő az összes filmet, ami fönn van, az nem kevés. Ezernél több film van fönn, tehát nagyon sok filmet mind szövegesítette. Na most egy mesterséges intelligenciával mind megvan a szövegbe. Hát, hogy mondjam, neked nem igazán jó beszél magyarul ez a mesterséges intelligencia, legalábbis az, amivel fordít, ami a beszéd felismerő, mert időnként egészen zagyvaságokat próbálod értelmezni, Valamit kitalál oda, nem érti, hogy én mit mondok magyarul, nincs neki olyan szó. Hát vannak ilyen bajok, igen. Vannak ilyen bajok. Ott ülsz a tóra alatt. Fejed fölött. Nem, ott a szekrénybe. Ott van a tóra. Ott bal oldalt. Nyis ki, nézd meg. Ott ülsz, nézd csak. Ott fönt. Látod? A Szent Biblia, de hogy. Ja, ugye, ja ugye? Eltökez, ugye? Ott mindenféle nyelven ott van a Biblia, ez a lényeg. Hiszen az szekrényben, hol lenne? Ott van a Biblia. Tehát, ugye, ugye. éberül is ott van. Ugye. És mindenféle, mindenféle hasznos dolog ott van, ami kell a dolgok megértéséhez. De ez nem azért van, mert mi nem tudjuk eldönteni, hogy melyik az igaz hit, melyik nem az igaz hit, az nem, 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 nem így van. Na mit, mit rontottam el, hol, hol hagytam abban? Tehát a, a, a a fogaskerekeknél a lényeg az, hogy le tudja fordítani, tehát ha valami barátjának akarja ajánlani, akkor a valami idegen nyelvű barátjának, akkor tudja ajánlani. És, és ez a lényeg, hogy, hogy az a Kozirev is nagyon jó felé kezdett kaparászni. Én, én, az oroszoknál is beszélgettem professzorokkal Moszkvában, meg Kievbe ott, ott, sokat voltam számítástechnikai ügyben, aztán voltam ilyen laborvezetői formátumban is, amikor laborvezető voltam, és hát ilyen kutatásokban, de az biológia volt inkább, meg fizika, de inkább biológia volt és ilyen víruskutatás, meg ilyenek, már akkor megvolt a Covid-nak egy sokkal durvább változata. Tehát amikor én kiártam negy, majdnem 40 éve, már akkor megvolt. Mert a Gorki 2000 az sokkal durvább volt. Sokkal. Már 25 évvel ezelőtt, már megvolt. És abba az is meghalt, aki kinyitotta az ablakot. Szóval az, az, olyan, olyan durva vírus volt, hogy bejött a nővérke, kinyitotta az ablakot, hogy legyen levegő. Ilyen megszokásból tudod, ilyen darararararara, jaj, de büdös van itt, kinyitjuk az ablakot, ahogy otthon. Kinyitotta az ablakot, visszament, és ennyi volt az összes tartózkodása, ennek ellenére meghalt. A betegszállítók meghaltak, kettő is, az orvos meghalt, a nővér kettő meghalt, és így tovább. Tehát hullottak, mint a záporeső, ja, és nem tudták meggyógyítani. És az volt a nagyon érdekes, hogy hogy gyógyították, az nagyon érdekes volt, mégis sikerült. Az volt, hogy vérsavot vettek tőle, a betegtől, aki már tényleg a végét járta, vért vettek tőle, vérsavó, és a vérsavót valahogy kezelték, talán mikrohullámú, vagy nem tudom milyen Berakták a mikróba egy 20 másodpercre, bekapcsolták, kicsit kikapcsolták. És már ez elég volt arra, hogy darabokra essenek a vírusok, amik benne voltak. Darabokra mentek. És ezt visszaadták a betegnek, és meggyógyult. Tehát ez, ez a nagyon érdekes, hogy ezt a vérsavot, adta, a saját vérsavóját adták vissza egy gyengített formába, és ez működött. Tehát ugye a kínai oltás is, meg az orosz is úgy működött, hogy gyengített vírussal, vagyis hogy elpusztított vírussal oltották az embereket. Az összes influenza vírust így írtották, én emlékszem rá, hogy tojásba tenyésztették, mikor a 60-as években, hát föltalálták a csövön a lyukat. Volt itt, itt, valahol, itt, itt Budakeszin, vagy nem tudom, valahol itt közelben, Budapest környékén volt egy ilyen labor, ami egy családi ház volt, aztán Iszonyú pénzeket fővettek rá, és akkor a meglevő alapon csinálták a nagy pénzért, őrült pénzért csináltak ott a anyagot. Hát a, tojás, a tojásban kitenyésztettek sok-sok vírust, egy tyúk tojás volt, levágták a tetejét, beoltották a vírussal, betették a, a tenyésztőszekrénybe, vagy hát igen, a ilyen tenyésztőszekrénybe, berakták, és akkor utána. Ö, ezt, ezt utána legyengítették, ezt a, a, a vírust, és úgy úgy aztán beadták oltásnak, és meggyó, nem kapták el az emberek a, a bajokat. Mert már előre megmutatod a szervezetnek, hogy mi ellen kell neki dolgozni, akkor, amikor még nincsen baj. Ez, a, ez egy oltóanyag. Most őrült nagy hisztériát csaptak ki, de elképesztő hisztériát csaptak ki a vírusos oltás, az oltás miatt. Emlékszem, micsoda oltás ellenes, olyan hiszti volt, nagyon. É, de, kérlek szépen, annyira nem vagy, mert azok még mindig maszkban járnak, így büntizik magukat, még mindig maszk, maszkot hordanak, ugye, mert hát ők nem voltak beoltva a vírus ellen, úgyhogy megkaphatják még most is, és, és ez, ez egy ilyen hisztéria, nem tudok más mondani, az interneten terjedt, mint a ragály, egy hiszti volt, nem azt jelenti, hogy nem tudlak téged megmérgezni egy vírussal. De igen, de igen, de. Bocsánat, kell, hogy legyen egy. Or minden országnak ez baromság, hogy az amerikaiak gyártják, és ezért. Tudtunk mi vírus ellenes gyártani itt Magyarországon, és az jó működő. Meg még nagyon sokféle oltást gyártottunk. Nagyon sokféle. De a, gyerek, a gyerekoltásokat is. Hisztéria, nem oltatja be a gyereket, semmi, áron, ő, és ott hullanak a gyerekek sorba emiatt, mert olyan ragályba hullik el, ami már réges-rég nem veszélyes, mert már voltás van rá, és nem veszélyes. De ilyen mindenféle gyermekbénulás, toroggyík, mit tudom, egy csomó dolog ellen már megvan réges-régen az oltóanyag, tehát már 60-70 éve megvan, és ennek ellenére hiszti-hiszti-hiszti, Annyi cikkák ilyen izébe csapnak át, ilyen hisztibe. Igen, legyen minden országnak saját egészségügyi ellenőrző rendszere, és saját magák gyár, maguk gyártsák az oltanyagot, hogy felelősségre lehessen vonni azt, aki szándékosan bajt csinál. Ennyi. És akkor nem lehet elsúnyogni, mint ahogy a. Hát itt az oltóanyaggal akkor bolondírja volt, hogy azt, azt így fogtam a fejemet, hát nem lehet ilyen gyerekek. De, de nem véletlenül rohant el a szijártó a kínaiakhoz, meg az oroszokhoz. Nem véletlenül rohant el. Látta, hogy egészen egyszerűen zsarolnak vele. Ti nem kaptok, nekünk van, ti nem kaptok. Ezt játszották. Mi az, hogy mi nem kapunk? Mi nem kaptuk Ugyanígy, hát ti a pénzt nem kapjátok meg. Ugyanezt a csinálják pénzzel, vírussal, mindennel zsarolnak, mint a gép. Hát remélem, hogy most az meg fogják a csattalos választ kapni az Európai Unióba. Én remélem. És, és én nem Orbán párti vagyok. Én Magyarország párti vagyok. Tehát az, aki följebb az országot nekem, aki az államadóságot csökkentette, aki följebb az országot, az nekem a szimpatikusabb mint az, mint aki csak lefele vitte. Soha nem is értett hozzá, hülyeségeket döntött. Én éltem a szocializmusban gyerekek. Én ismertem a vezérigazgatókat, és így jóba voltam vele, beszélgettem vele. A gyerekek olyan mutatványosan hülyék is voltak benne, hogy így fogtam fel, hogy Úr Isten, Isten, hogy hogy lehet valaki ennyire sötét, és nagyon sötét volt. Tudatlan. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy ilyen Foxy Maxira járt, kinevezték, de nem értett semmihez. Tehát ilyen, ilyen, politikai képzést kapott, de nem, de nem értett semmihez. Tehát nem értett a gyárvezetéshez, nem értett a közgazdaságot, nem értett semmihez. Volt egy-két olyan, aki értett, de csak egy-két, a többi hát az valami síralmas volt. Kinevezték az udvari söprögetőt igazgatónak, meg főmérnöknek, egy gyerekek, hát, mert az megbízható volt. Jó van, hagyjuk már. Na, tehát ne politizáljunk, hanem menjünk bele. A, az, ha az anyag nem kompakt, vagyis hogy nem egy ilyen kis zárt bogyócska egy atom, hanem a végtelenbe terjedő hullámokat generál, és generál ilyet, hiszen nem lehet letagadni, hogy a, a hold vonza a tengereket. Hát ha von, árapály, ugye? Az nem lehet letagadni, nem lehet, hát nincs is olyan. De van, kedvesem, van. Van. Na de hogy a francba vonza? 384 ezer kilométer, sőt még 400 ezer fölé is megy. Hogy vonza a tengereket? Mivel? Van ilyen gravitációs uh, részecske elméletek, van vagy 6-8 rosszabb, rosszabbak. Nem jó, na hát nem jó. Tehát beszéljünk ma lényegről. Mondjuk az energiáról. Ha oda nézek most erre a képre, amit most fölrakott a Péter, ezen van egy majom. Oké. Okay. De mi a lényege? Kevés a lábója, meg a keze Nézd csak meg. A lábával hármat mutat, a kezével meg négyet. Ötöt. Egyik kezével négyet, a másikkal ötöt. Ugye? Mert egyikén négy ujja van, a másik kezén öt ujja van, a lábán csak három-három. Lehet, hogy egy évszámot mutat. Értitek? Nem is az a lényeg, hanem a farka. Ilyen majom farka, ilyet nem láthatott senki a valóságban. Ilyen majom farka nincs. Ez egy energiaspirál. Egészen pontosan ugyanezt a závrát meg lehet találni, hát ez a Nazca fensíkon van, az azért már erősen Dél-Amerika közepében van, és ha fölmegyünk egészen, mondjuk a, a majákhoz, akkor ott a piramis oldalában van ilyen sárkány, és annak megnézed a szemét, egészen pontosan egy ilyen ábra van rajta a sárkány szemén. Ez nem más, mint az energia. Az, aki ezt oda firkálta, rajzolta, hamisította, miért tudom én, mondja, mit akarsz. Azt tudta a tértechnológián. Mert tudta, hogy az energia hullámrendszere hogy működik. Amiről ma a fizikának álma fingja nincs. Nem tudja. Nem tudja, mi az energia. Atomenergia, vízenergia, szélenergia. Nem, gyerekek, mi az energia maga, tisztán. A fény. Az az energia. És ennek megnyilvánulásai a gravitációs hullám megnyilvánulásokkal együtt, az maga az energia, az anyag kiáradásával együtt. Mert nagyon-nagyon összefügg, mert most hogy elkezdek hirtelen mondjuk a rovarok repüléséről beszélni, ami hát hogy mi köze van ez a majomhoz, meg a nacka fensíkhoz, mert, a fejekben minden ilyen kis, ugye ezért volt egy nagyon aranyos film, fölrakva az internetre imádtam az a, azt nézzétek meg, hogy férfi vagy női, hogy érdemes megnézni, nagyon aranyos egy lelkész, pszichológus lelkész az, aki, aki ott színpadon elmondja, hát gyerekek, aranyos tündér, pafa. de hogy hogy mondja el, hogy mennyire eltér a férfi meg a női gondolkodás egymástól. Nem rosszabb egyik se, nem arról van szó, hogy hát azt le kell becsülni, de hogy is. Mert ezt nagyon folytatnák, szóval nagyon szeretnék oké, ilyen feminista, izi, harcosok, mindenben a támadást látnak, és akkor ké, nagyon szeretné, de nem, nem arról van szó egyáltalán, nem a nőket akarják bántani. Ők aranyosak, kedvesek, minden, minden rendben van, és az ő dolgokat jól csinálják. Az a probléma, amikor bele akar állni egy olyan szerepbe, amit már ő nem tud, mert akkor olyan lesz, mint a szocialista igazgatók. Beállt egy olyan szerepbe, amihez nem ért, Hát beállt oda, és mondja, és irányít, és de rosszabbnál rosszabb hülyeségeket mond. Nem jó, hát az nem működik. És ugyanez van a fizikában is. Valahogy kigolyozták a pályáról azokat, akik gondolkodnak, teljesen le, lelögték a pályáról, mintha valami szándékos ilyen kilögdösödés lenne, és a tudományt befagyasztották valahol 50 körül még előbb, inkább 40 körül befogyasztották. És ott, ott a tudomány nem akar tovább lépni. Bizonyos dolgokban tovább lépett, persze, látom én, tudom én, de akkor is nem nagyon lassan vacakul, kínlódva. Tehát ott ülnek, kapaszkodnak az íróasztalok sarkába, akik nem értenek hozzá, de ők mondják meg, hogy mi a tuti. Na hát megette a fene az olyat itt az MTA-ban is, hát látom, én nagyon sok MTA ilyen szimpóziumon, mit, ott ültem benni, gyerekek, hát láttam ilyet sokat. Nem mondtak semmi újat. Tényleg a legnagyobb nevek ott beszéltek, ismertem őket személyesen is. Ott, ott ültem az előadáson, számítástechnikai előadáson. Meg, mit tudom, mi fizika, biológia, mindenféle agykutató, mindenféle ilyen kongresszusokon ott ültem. Gyerekek, Rossz, nem jó. Nincs elképzelése, nem tudja, hogy működik. De a se a biológiával, se a fizikával, se a, a kémiával talán elég jól tudják. Tehát ott ott azért megy az okosság. Már a kémiát meg a fizikát nem lehet elválasztani. A kémiában atomok vannak. Te el akarod választani a kémiát a fizikától? Mert az, az nem az, az más, az. Hát nem. Nem, kettő egy is ugyanaz, sőt a biológiától sem lehet elválasztani, mert a biológiai lények is mind atomokból állnak, a papucsállatközs atomokból áll, vagy az emőba, vagy a vírus. Hát hogyha azokat azt nem értem, hogy hogy működik, akkor az összeset nem értem, hát az, akkor a biológiát nem értem. Nekem be akarják magyarázni, hogy az, a szürk állományba tárolódik el az információ. Na, nagyon el akarják mondani, nagyon harcolnak, nagyon mondják. a gyerekek, ne hülyeskedjetek. Akkor nem lenne testen kívül élmény. Mert mondjuk, hogy dobsz egy hátast, leesel a cseresznyefáról, és elájulsz. Testen kívül kóvályos valahol. És látod magad ott, ki az ott lesve. Az olyan, mintha én, mint én lennék. De ott lent látod a földön magadat, de fönt vagy a fa él és onnan nézegeted magadat, lent a földön. De most bocsánat, nem láthatod magad, mert lehet, hogy a pofával lefele vagy, tehát a füvet láthatnád maximum, de mégis látod a saját hátadat, amit nem igen szoktál látni, és így tovább. Úgy tudsz, úgy tudsz mozogni, mint a villám. Amikor földön, vagy a földön kívül, testen kívül vagy, akkor úgy tudsz mozogni, mint a villám. Őrületes sebességet tudsz mozogni. A tapasztaltak a nem térnem időbe időben, gyakorlatilag idegen bolygókra is így megy át. Idegen bolygókra. Tehát át tudsz menni a Marsra, vagy akár így, ennyi dolog. Át tudsz menni a Marsra. Mert, mert a nem-tér-nem időben is távolság és nincs idő, és ott mész. És a szál az ott megy. A szál tapasztalták. Az a, az univerzumnak az első megjelenési formája, a ponton túl, amikor megjelent maga a, a létezés, aztán megjelenik a szál univerzum. a szál univerzum igazából a pontszerű univerzumnak egy érdekes megjelenési formája, mert továbbra is egy pont marad, ha nem, nem lesz szál, hanem pont, lesz csak, prrc, iszonyú gyorsan, meg, így megjelenik, dik, 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 de őrült sebessége jelenik meg, elképzelhetetlen gyorsasággal, olyan gyorsasággal egy szempislattás alatt elmegy az univerzum határáig és vissza. Tehát milliárd fényévekre megy el így, és kész. És az a száll univerzum persze viszi az információt. Mert ugye, hogy attól függ, hogy milyen mozgást végez, az a mozgás végig megy ezen a szálon, meg vissza is jön. És a gondolat elmegy? Igen? Hát az is csak mozgás. Mozgatod a a, a, a hologramot a fejedbe, vagy a lelkedbe. És az, az a hologram az, ami, ami a biológiát is meghatározza, meg az információt is meghatározza. A kettő nem válik el egymástól. És ezt hívják úgy, hogy éter. Az éterről mindenféle ökörbaromságot összehortak, én tudom. Tudománytalan, ilyen tudománytalan, olyan és valami sűrű dolog, amiben mi bugybarékok vagyunk, mindent mondtak. Nem. A léthullámok lét összessége, ez az éter. A léthullám nem elektromágneses hullám. A léthullám az léthullám, csak a létezést hordozza és kész. Igen ám, csak hogy a, a létezésben lévő információt is hordozza. Tehát akkor, amikor amikor én gondolok valamit, egy másodpercvel ülsz a holdon egy holdbázison, mondjuk, akkor egy másodperc múlva a te fejedben is megjelenik az a gondolat, amit én kitaláltam. Egy másodperc múlva. De hogy? Mert az még fénysebességgel megy. De a szállóniverzuma is össze vagy velem kötve, mondjuk te vagy az anyám, mondjuk, és össze vagy velem kötve, akkor azonnal, akkor nem, nem egy másodperc múlva, hanem végtelen gyorsan. Ez, ez a káosz fraktál, amit most a Peti fölrakott, és ez nagyon fontos. Ez a káosz fraktál, Hát ezt megtaláltam, képzeld el, 1600-as években is. Nagyon pontos leírásban. Na de hogy? Az anyagi részecskék leírásánál találtam meg a káosz fraktát. Hát az hogy a francba került oda? Ez mit jelent? Ez egy fa, aminek van valamennyi elágazása. Aztán további még kisebb ágakra, még kisebb ágakra elágazik, ha lejjebb viszed ezt a képet, és hogy följebb viszed, akkor, akkor ott a jobb szélső fának már nagyon sok ága van, és egyre jobban visszahajlik. Ez a... Hol, hol szerepel ez a Bibliában? Na, hát é, é, mint Éva utódja. Hát Ő az Éva utódja, te nem vagy. <sítható> Nem. Az álma. Mm, ez az. Ugye az Éva kínálja, hát először az Ádámnak kínáljon, na, hogy ők áruzon lehessenek. <laughs> na, de, de az a lényeg, hogy ez az almafa, ez a káosz fraktál, ez benne van a Bibliában. Nagyon részletesen benne van. A Tóra, Ugye egy szóval kezdődik, béresít, ugye az a kezdődik? Kezdetben. Tehát, és ez a kezdet, ez egy nagyon lényeges dolog, a kezdetet elhamarkodták. Mert a, a, a Mózes nem azt írta le, amit hisznek, De nem azt nem az van ott, amit hisznek róla, hanem egy sokkal komplexebb dolog van ott. Ezt minden rendes rabbi tudja, hogy legalább egy tegű kódolású valamiről van szó. Hát a, mondjuk a prágai főrabbi az szará dolgozta magát, de nem tudta megcsinálni, mert számítógéppel tudta volna megcsinálni, de a Newton is ezen dolgozott. Több ruhás kosárra való papír találtak a Newton utána padláson az egyetemen, mert ott volt tanszék, tanszékvezető, és ott, ott ott volt a, a, a Biblia megfejtése, azon dolgozott. De miért? Azt gondolod, hogy a gravitációnak nincsen összefüggése ezzel a Bibliával? A dehogy nincs. Mert nem, ugye azt sem tudja, hogy mi a gravitáció, de nagyon elmondja. Ugye? Ugye én elmondtam többször, de elmondom megint. Az anyagi részecskék rétegezett tereket kertnek. Minden anyagi részecskel ami csak létezik, de még az energia kvantumok is, tehát a fény és a téridő is hullámrendszereket kelt, kelti, de nem fogy ki. Miért nem? Ott van, igen, jót mutatsz. Visszamegy magába. Visszacsatolva magába. Ugye azért mutogattuk annyira az Unitárius Egyháznak a címerét már nagyon sokszor. Mert van benne egy kígyó, ami a farkába harap. Ez a világ világegyetem alapelve, gyerekek! És van ott egy fehér galamb még. De miért? Hát mert ő a szent lelket rakta rá, igazából is, a működési elvet is. Mert egy idő másolja magát a végtelenségig a teremtő, csapdába esett, úgy is mondhatjuk örökösen már, ott van, ez az, az ábra. Nézd meg! És ott van a kígyó, ami a farkába harap. Na most mindenki azt hiszi, hogy ez egy ilyen kanibál kígyó, olyan bolond kígyó, ami magát teszi. Szóval mindent gondolnak. Nem barátom? Nem barátom. Nem azok a hülyék, akik odarajzolták, hanem gondolkodjál inkább. Hogy ez a világegyetem alapelve a kígyó meg a galamb hogy függ össze? Legyetek ravaszok, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok, ugye? Ott van. De mit, miről van szó? A galamb az mit csinál? Repül. És mit csinál a gravitációs hullám? Az is repül. Jó, de nehéz összehozni. Értitek? Az alapelve az, hogy magába vissza, melemegy a saját múltjába. A kígyó szája, az már az ő saját múltja. A jelene, az a kígyó farkának a hegyén van, egy parányi pont. És az körbe-körbe rohangálva létrehoz egy ilyen elasztikus kúpot, ami kanyarodik. Időből van. Semmi másból, csak időből áll. Hány ága van ennek a koronának? Ugye? Öt. De miért? Itt, mert egy ötös, ötatjás rendszert kelt ez, a, ez az alapelve, ami ott van alatta a kék mezőben, az létrehoz egy ötös, öt forrás elemet tartalmazó szent lelket, téridőt, és az a téridő az, az mindennek az alapja, mert hogyha az nincs, akkor az, amit mi látunk, az nincs. Tehát Nincs teremtés, nincs semmi, mert teremtés csak akkor van, ha van hely. Milyen érdekes, hogy a napot hogy is hívják? Görögül? Helios? Helios, hogyha inkább úgy mondanám, magyarosan olvasva. Nem görögül olvasom el, hanem hanem csak úgy, egy ellipszillom van ott, ugye, helios. Aha, aha. É, ugye? Helyes, ez nagyon. Ja, és ami jó, az jobbos. A kínaiban a jobb, a jobb oldal, a kínaiban jó. Úgy mondják kínaiul, hogy jó. Az a jobb oldal. Tehát, a, a, ott a jobb, a Jézus Krisztus jobbján ülnek, de, de vedd majd ezeket már észre, nem véletlen. Tehát, ha azt gondolod, hogy a zsidóknak semmi köze nincs Jézus Krisztushoz, akkor tévedsz, mert az egyik nagy profétája volt az emberiségnek, és a Mózes is az volt a nagy profétája volt, meg a, meg a Mohamed is az volt, és, és még a buták is mind. Mert a butha az csak annyit jelent, hogy megvilágosodott, vagyis hogy nem hülye. Tessék parancsolj! Azt szeretném mondani, az új szövetségbe belenéztem János evangéliumába, és ott például azt írja Móze, ö, a zsidókhoz, hogy előbb voltam, mint Mózes. Tehát Jézusnak volt egy... Ugye Mózes, Mózes 3200 évvel ezelőtt írta a Tórát. Jézus már egy inkarnáció lehet. Mondta, előbb volt, Igen, előbb, igen, jó, jó bizony, előbb, jó bizony. Nem véletlenül mondtam én ezeket. Mert az Isten fiai és lányai újra és újra lejönnek minden emberiséghez. Mert nem egy emberiség van. Nem csak a Földön van élet. Ez egy baromság. Ez egy baromság. De gondolj bele, hat nap alatt teremtette az Isten a világot. De az alatt a Plutóig tudott-e volna eljutni hat nap alatt? Nem, nem tovább, mert az hat órára van. De nem túl messzire jutott volna. A szomszéd csillagig biztos nem, mert az négy évre van. A hat nap, meg a négy év között azért nagy a különbség. És ez a lényeg. Hogy azért nem 207, az nem... Ugye egy, egy évvel 52 hét van, egy hét alatt teremtette meg. Az anyagi részecskét teremtette meg. A, a neutront teremtette meg az Isten. Az van a torába az van a tórában. Ádám, Éva, minden, abszolút az van a tórában. Képzeld el, parancsolj! A naptárrendszerünknek a hülye volt, mert arra gondolok, hogy egy év az 52 hét, aztán az egy hét az 7 nap, aztán még a napot is osztjuk 24 órára, amit 60 percre ennek van. valamilyen összefüggés az időfizikával? Bármilyen összefüggés, <coughs> áthallás? Inkább a, az, az ősisége van, inkább összefüggés ennek, mert ugye a... 60-as számrendszert használtuk, meg a tízest, meg a kettest, ezt a hármat használtuk leginkább. De az ókorban ott van a számítástechnika gyerekek 3500 évvel ezelőtt, Mózes előtt, Nofretéte idejébe. Ott van a számítás, bizonyíthatóan ott van. 5 tucat az 60. Mit? 5 tucat 60. Igen. 5 tucat az 60, nagyon jót mondasz. De mi a tucat? De miért öt? Amiért a koronán ötág van. Az rendszerben, érted? Van összefüggés benne. Van benne összefüggés. Én hogy rengeteg a 12-ig minden számot külön megnevezése és a 13-at mondják már máshogy. Nem mondjuk, nem ahogy Igen. Mondjuk, hanem onszer, dolszer, a... Egyszer már, egyszer már megszereztem, hogy hogy mondták a 11-et. Mert ez ugye az angolban eleven. De úgy van leírva, hogy eleven ami nem meg innen véletlen. De honnan vették az angolok a nyelvüket? Mert ne, mi, mi, tiszta a jövevény persze, tudjuk. Jövevény szavakban van az egész nyelv. Egy szó semmi. A neveink közül talán a piroska, meg a mit tudom, na, az egyedül talán magyar. Eredetül az összes többit innen loptuk, onnan loptuk a Jó van, hagyjam már. Úgyhogy már, már a névadó naptárunkban benne van. 9000 600 név. Aztán mennyi 1800-at tettek be egy, -egy névadó csoportba, vagy a nőibe, meg a férfi, meg körülbelül. De hát nem ennyi volt, hanem 64 ezer nevünk volt. Tehát iszonyatosan sok nevünk volt. Ebből 9000 valamennyit azért csak össze tudtam kaparni, de az benne volt az arvisúrában, benne volt, benne vannak, a, ha ezek a nevek megvannak. És megjelentettük könyve. Hát nem nagy példás számban, de meg van a könyv, meg tudom mutatni, megjelentettük. Az egyházunk megjelentette. De persze őrült tiltakozás volt, mert nem akarják, hogy hogy a saját neveinket használhassuk. Tehát, hogy a, a hun neveket használ. Nem akarják. tűzzel vassal próbálják, mert azt nem, nem, nem kanalizált az a név, és azt nem lehet. Ja, hogyha te neked van egy, mit tudom, hogy ott apád, és az annak Kruszvicsák Gotthard a neve, akkor te használhatod a Gotthárdot is, mint amikor a, a Pali bemegy az orvoshoz, és akkor foglaljon helyet, uram, ahogy hívják, Kovács Gülcem. Micsoda? Kovács Gültem. Hát az meg milyen név? Tudja, ott nekem egy, egy aranyos tündéri édesanyám, amikor megszült engem, akkor nagyon elfáradt szegény, és azt mondta az apámnak, hogy legyen gültem. A apám berohant a tanácsára, így lettem én, Kovács gültem. Na tehát szóval ez is ugyanolyan legyen gültem. És nagyon sok, nagyon sok olyan dolgot tudunk már, ami itt van a névadó naptárunk, látod? És, és. Tehát az van, hogy. hogy ilyen nincs, meg olyan is, de van. Van. És ha szét erőlködi magát mindenki, szégyűlölködik magát mindenki, ha bármit megpróbál, gyerekek, nem tudja visszatartani. Nem tudja, akár mit csinál, sem tudja visszatartani, mert most már az a réteg, aki visszatudta volna tartani, mert nagyon gyűlölt, nagyon harcolt, hát az már kiöregedett, meghalt. A következő meg már nem ért az sem, hogy mit kell gyűlölni. Komolyan. Nem, nem érti. Van egy, két, három ember, kb. 20 másodperc alatt lehet, lehet sarokba szorítani, mert a tudása olyan gyenge, mint a lágy őszi tanulatlan, nagyon nagynak képzeli magát, hatalmasnak, beképzelt, így, hogy is feküdt az a, hogy adta magát elő mindig a kis ki volt ez a újságírás tanított kis. Ki a havas, igen. igen az, így adta már magát elő, hanyat fekve, annyira nagy volt már, É, hát jó, van egy pont, amikor azt mondom, hogy jó van, komám, ez nagyon hülye jön ki most már. Mert, mert nagyon hülye jön ki ez az egész. És igen, hát egyetemen tanított az újságírókat, újságírásra. Parancsolj. Szóval, miből kell lenni a 12-nek, hogy meg legyen a tucat? A... Nem tudom, de majd mi eldöntjük, mindjárt, mindjárt kijön az. Ha megvan az öt tucat, akkor megvan a 60. Igen és a 3600, a is lesz jelentősége. 60x60? 60. 60 x 60, igen. Négyzeten? 60 a négyzeten, úgy is lehet mondani, úgy van. De a, az van, hogy a ring papírusban már benne van, ami megjelent Magyarországon is egy számítástechnikai folyóiratban jelent meg, valamikor régen, 30 éve, de benne van az ablak sorozatban, az a három oldal, de hogy melyik lapon van, azt már nem tudom. Ablak sorozatban valahol van. Az a lényeg, hogy ott benne van egy sokkal jobb, a bull algebránál sokkal jobb számítástechnika van benne. Ez az. Igen, ez az. 3500 éves kézikönyv a risk processzorokhoz. Na most, bocsánatot kérek, ezt a csökkentett utasítás készletű stílust akkor kellett fölvenni, amikor már nagyon sok bites processzort tudtunk csinálni, már nem az volt, hogy 8 bites, mint a Commodore, hanem a 128 bites, aztán még 256 bites, nagyon. Igen, de ez iszonyatosan sok, ugye ilyen hosszú lesz a szóhoz, de ez is egy hosszú, hosszú nagy szám lesz, ami azt jelenti, hogy ennyiféle utasítás is ki lehet hozzá találni. Tehát, hogy a processzor éppen mit csináljon. A, tehát a, a, a bitek száma egyúttal azt is meghatározza, hogy hányféle utasítást tudsz vele létrehozni, vagy mondjuk, hogy hány karaktert lehet ebből kihozni. Tehát, hogy 256 karaktert lehet kihozni, aztán kész, és többet nem de a karakternek nevezik a ilyen kis dekorációs szarokat is, smileykat, meg mit tudom, mindenféléket csináltak már, azt is betűnek csinálja meg tulajdonképpen, betűként is használja. Itt van egyértelmű, hogy 3500 éves kézikönyv, hogy miért hozzuk föl, Mózes 3200 éve írta le a Tórát. És ő írta le, bár hát a Mózes egy ilyen kicsit ilyen furcsa, mert hogy, a, hogy, vagy három ilyen nagy hősnek a, karakteréből gyártották össze a, mózes Mózest, mint olyat. Tehát nem minden ő csinált, amit neki tulajdonítanak, na szóval így. De, de az se volt buta. Tehát ezeket összehozták egybe, így még okosabb lett egy halmaz. De Mózes egy, hát egy, hogy mondjam, egy eléggé elég értelmes figura volt, és az Isten diktált neki, mint médiumnak, és nagyon precízen leírta betűről betűre. Azon egy betűt sem lehet változtatni. Ha nyomdában rosszul szedik ki a tórát, mit kell vele csinálni? Bezúzni az egészet, amit már avval kinyomtattak. Mert hibásan nem lehet kinyomtatni, nem maradhat meg egy példány se. És ez bölcs. Mert aztán később azt hiszik, hogy az volt az igazi, vagy mit tudom én. Ez nagyon bölcs. Tehát itt van a számítástechnika hozzá, megvan ebben a de denne van egy, meg van hogy egy ez egy melyik, melyik lap? Mi? 37-es. 37, azt mondja, beírod azt, hogy újabb rövid rövidúval, újabb 37 egybeírva akkor megtalálod ezt a lapot, és meg tudod nézegetni. Ezeket azért mondjuk be, hogy valaki ezen akar jólyozni, akkor jólyozzon rajta, ott van leírva, és az a lényeg, hogy nagyon szépen ott van az egész, az egész számítástechnika, amit annak idején csináltak. De minek? A kecske szar, hogy gurul, azt számolta, vagy mire kellett neki? A truti ott volt a, a védákban. Most bocsánat, az egy 32 -ed másodperc vagy mennyi. Szóval egy, a másodpercnél is sokkal rövidebb idő. Minek? Már az egy idő köz volt, egy idő intervallum megnevezése volt. Igen. Igen, de de, mint hogy nekünk van a másodperc, a tized másodperc, stb. de, de minek kellett neki? Te vesz, vesz a, hogy esik le, vagy, vagy mi, mi? De érted? Mert ha tényleg olyan műveletlen volt, mint amit nekünk a történelemből összeadomáltak, akkor értem. Akkor nem értem, amikor elkezdek gondolkodni. Hogy, hát de bocsika, hát minek neki ezred másodperc, amikor ilyet nem is tud semmivel mérni, hát hogy mérne, és így tovább. Persze, a, akkor is volt nép, akkor is volt iskola, volt, aki nem járt, aki mellé járt, mindig volt ilyen, az is ember, de hát nem, talán nem, bántják, nem, izé, olyan munkát kap, amiért el tud végezni, azt jó van. De, nem, nem bántják, hát hiába próbálok én összerakatni veled mondjuk egy elektronikát, na itt van minden alkatrész, tervez meg a nyomtatott tárgykört, rakd össze, hát abból a büdös rohadt életben nem lesz semmi. De nem azért, mert te, lehet, hogy nagyon jó paprikás krumplit főzni, kolbászol, minden, ugye? és finom nokedét is csinálsz bele, és mindent, és nagyon jó. És még a férjed is elégedett. Mindenki megeszi. mindenki megeszi, ugye. Na erről van szó, hogy mindenki a saját feladatát, amit el tud látni, azt csinálja, ne hősködjön, ami ez nem ért, azt mindenáron azt erőlteti, majd megtanultad, lehet, de hogy tudás nélkül mindjárt bele a közepébe, hát legalább 15 ember jelent meg eddig nálam, mert ugye a könyve leközöltem, az új könyvembe leközöltem a kapcsolási rajzokat, amit ha megépítesz, akkor lehet energiát nyerni. De velem akarja megcsináltatni. Tehát ő előtte csináljam, de, de, de ő nem csinál semmit, hanem ő csak ott ül, és én csináljam meg neki, és amikor megcsináltam neki, akkor ő elszalad vele, aztán jó van. Hát mondom, nem, bocsánat, nem azt vállaltam, hogy én meg is építem helyetted. Mert hogy nincs hozzá szaktudásuk, már nagyon, kevés, nagyon kevésnek van szaktudásra. Értem? Tehát van, van, de kevésnek. Már nem, 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 nem tud, nincs. Tehát nem, nem tudja, hogy működik, nem tudja, hogy az micsoda. Fogalma nincs. Mert ez a szakmája, hát jó van, ha itt tanultad meg a szakmát, akkor add vissza a bizonyítványodat. Kész. De nem, tud, nem tudja megépíteni, de nagyon meg akarna szerezni, de én csináld meg helyet. Tehát mondom, nem csinálom meg, csináld meg. Mert hogy mondd el, hogy hogy. A tanfolyamra sem, nem vállalkoztam, hogy tanfolyamot tartok személyesen neked. De nem azért, mert én eltitkolok, nem titkolok el semmit. Tehát ide jön egy, má, egy szakember, aki tényleg szakember, de miért kell ide ilyen kondi, akkor megmondom neki. De nem az egészet átózéig mondom el neki, hanem megkérdez valamit, hogy miért kell ide ilyen kondenzátor. Hát azért kell oda, mert ott vissza tud ütni meg a szikra, meg a... Ja, persze, értem, jó. És tovább szalad, és már csinálja is. Tehát szakember, aki nem szakember, az meg semmiről semmit nem tud. Hát, jó van. Szándék van benne. Igénye is van, mert ingyen áramot baromira akar mindenki. Mert igen, lehet energiát termelni. az sem a semmiből nyered. Itt már van ilyen, hogy a hipertérből, de nem tudja, mi a hipertér. Vannak ilyen vad elképzelések a fizikában a hipertérről, de az vad. Nem az a hipertér. A téridőnek egy továbbfejlesztett változata, és mi beszélünk róla. Ott a téridő fölrakva a szekén ajára, de a gyerekek azt súva szigetén forogtak, ba, nem Bali szigetén, bocsánat. Bali-szigetén faragták azt a valamit. Ott is a is látod, az az egy hiperteres téridő fölül, és a két hiperteres alul. A működés elve is ott van benne, Le, ott van előtted, ja, hát hogyha te valami nénikét, bácsikát látsz benne, meg lovat, meg, mert, hát akkor jó van, akkor annyi. Akkor az életben nem fogod megtudni a soha az igazat. Hm. Nem baj. Tehát itt, itt a Nofretete hozom a karmoldót, itt röpköd, a, röpköd egy mój lepkem, hozom És, és az életben nem jön rá, mert nem akar, nem, nem akar fejlődni, meg ő győző. Te, tehát ez, ez a Nofretete papírus, ez bizonyítja, hogy 3500 évvel ezelőtt már volt a Földön számítástechnika. Akkor, amikor megtalálták a történészek vagy a vagy egyiptológusok, amikor megtalálták, álmuk nem volt róla, hogy az micsoda. Fogalma nem volt. Hát olyan kriszkrakszok, valami papírus. De el tudta olvasni, nem értett bele szót se. Nem értette, de de elrakosgatta, mert el papírus. Jó, ez milyen jó, mert most előveszük, nézd csak oda, számítástechnika van benne. Jobb, művelet műveletvégzés van benne, Ezen, ugyanezen a lapon az is megvan, hogy hogy csinálja a műveletvégzést, tehát gyorsabb műveletvégzés van benne, mint a, mint a mi számítástechnikánkban, amit használtunk. Ezt a fajta számítástechnikát csak a, a risk processzorok idején kezdték használni azok már ilyen csökkentett, utasítás készletű, nagyon korszerű processzorok voltak, ahhoz képest most még jobbak vannak már, de akkor akkor az a legkorszerűbb volt, és azt is azért találták ki, mert nem, nem tudtak mit kezdeni, a, a kevés volt a számítás, rövid volt, lassú volt, jó gyorsabbat akartak, még gyorsabbat, igen, de akkor meg más problémák léptek föl, de fejlődött az egész, a számítástechnika is, és a végén ugye most már, ugye régen a telefon milyen volt? Ilyen nagy kagyló, ekkora nagy mikrofonnal, ekkora nagy fülhallgatóval, ugye? Ilyen öklömnyi izék voltak rajta, ebben beszéltem, ezt hallgattam, láttatok már ilyet. Fiataloknak mondom, mert neked ez megvan, de a fiataloknak nem biztos, hogy megvan. Tehát az, hogy, hogy tárcsázás, azt már nem igazán érti. Hogy a tárcsás telefon az ilyen, Tár tényleg tárcsa volt rajta, amit le kellett húzni a számot mindig egy ütközőig, é, ugye? És, az, és akkor megszaggatta a vonalat, annyi a számot hívta, megszakította, és vagy rövidre zárta, nem is tudom, de a lényeg, hogy, hogy az, azzal tudtad a számot beolvasni a telefonközpontnak, már a crossbároktak, amikor már voltak. Mert egyébként csak felveted a telefont, és azt mondtad, hogy a 72-est kérem és akkor a 72-es előfizetőnek meg bedugták a te drótodat, összedugták a 72-essel, és akkor tudtál vele beszélni. Mert a, közfontos kis központos kisasszony így összedugta a két telefont egymással, és akkor tudtál vele beszélni. Hát de hol van már ehhez képest a számítástechnika? Hát már összesen lehet hasonlítani. Mit találtál? Aha, gyerekeknek tárcsás telefon, köszönöm, ez jó, hogy megtaláltad. Azt se tudja, hogy micsoda. De nem, nem tárcsás, csak forgatgatja, tehát nem tudja, hogy ez a tárcsázás, csak valahogy az ott forgott. Tehát nem tudja, az ujját kellett beledődni, lehúzni. Ha nem mutatta meg a nagypapája, várni kellett a vonalat, fölemelted, amikor hallottad azt, hogy bi, szólt egy egy hangon egy vonal, egy hang, és akkor utána elkezdtél tárcsázni, letárcsáztad azt, annyi számot, amennyit ott lehetett, és akkor minden működött. Tehát a gyerekek nem tudnak ezzel mit kezdeni. Bonyolult, milyenek ilyen kagyló, milyenek, mi ez a drót, mi ez az egész? Tehát hol van ez ahhoz képest, amit most telefonnak mondunk, Ilyen órában be van építve. Nem így néz ki. Azt mondja, hogy az iPodom nem így néz ki. Igen, hát az iPodja nem így néz ki, mert benne Fogalma sincs, hogy hogy működik. De nem azért, mert buta, hanem soha sem mondták el neki, sem mutatták meg neki. Én a unokáimnak, dédonokáimnak megszoktam szoktam ilyeneket mutatni. A dédonokák is van már 12 éves, 13. Ez nekem is mindig járnak a gondolataim. Például arra gondolok, hogy igen magas civilizációk éltek, én is néztem vége. Miért tűntek el? Elkezden miért? Előnök. Miért tűntek el? Miért, miért katasztrofákban köszön? tűntek el leginkább. A, a, a Földnek volt, volt vagy, hát ugye hat, hat ez volt legalább hatszor átrendezték az egész naprendszert. Tehát ez már a hatodik naprendszer, úgy is mondhatjuk. Ötször már át volt rendezve, és ez a hatodik. És ez a lényege, hogy nagyon, nagyon nagy, nem, nem emberi szintű dolgokról van szó. Tehát nem az olyan Pista bácsi faragott egy valamit a késével, hanem Minden. őrületes, bonyolult bolygókkal manipulációk, őrületes, bonyolult a piramisok, azok ilyen bolygó manipulátorok. Tehát nem a fáraókat temették bele. Hát a történész nem tudott jobbat kitalálni. Jó, ezt találta ki. Rossz, nem jó, de nem oda temették. De ezt nagyon tanították nekünk, nagyon mondani kellett, nagyon vizsgázni kellett belőle. De ne, egyáltalán nem az történt. A történelmet ugyanúgy kitalálták nekünk, mint egy regényt megírnak körbe így, kitaláltak nekünk, aztán kanonizálták, és ez lett a történelem. De hát semmi köze nincs a valósághoz, semmi. Hogyha űrhajókkal jöttünk ide a földre, de mindenki, aki itt van, nem a fáromáztak az őseit, jó hír, jó hír, jó hír. És olyan sokszor elmeséltem, pedig igaz, hogy megszavaztattam az orvosi értelmen a diákokat, hát voltak vagy 150-en, meg, meg professzor is ott ült, minden, ott, ott ült professzor, tanársegéd úr, mit tudom, ott ültek az előadáson. Jöttek ki kagylozni. De az még mikor volt? 89-ben, valahogy így. A rendszerváltás határán volt, még, még dult a szocializmus a fejekbe, 90-nél nem, nem volt előbb, tehát így volt valahogy. És az idő szerkezetéről tartottam de úgy megkérdeztem... Hogy hölgyek, urak, szavazzuk meg, hogy a, a, az minket az Isten teremtett, vagy a, vagy pedig lemásztunk a fáról, aztán van. Senki se szavazott a majomra. A professzor se. A Buda, bu, felvilágosult budapesti Orvostudományi Egyetem, mert eredetileg az volt a neve, az később lett szemmelve, mert az eredetileg még az 56 előtt Budapesti orvostudományi Egyetem az volt a neve. Igen. És nem volt az se rossz név, nem volt avas semmi baj. Viszonylag egész jó képzés is volt, az, tehát orvos képzés is elég jó volt. És az a lényeg, hogy, hogy ez a. a az az egész, hogy nem, kitaláltak nekünk orvostudományt, kitaláltak nekünk fizikát, biológiát, kémiát, de nem úgy működik az agy, nem úgy működik az idegrendszer, nem úgy működnek az atomok, nem, nem az az energia, nem az az anyag, nem, nem, egyszer köszönöm, nem, egyszer nem gondolja végig. Elkapkodja, ha jól van az úgy, kész. De nem jól van. Mert ugye, ugye azt magyarázom, már azzal kezdtük ma hogy az anyag nem kompakt, és ezt onnan lehet egyből tudni, mindenféle bizonygatás nélkül, hogy van árapály. Tehát a Hold több százezer kilométeres távolságból tudja vonzani a vizet, nem csak a vizet vonzza, mert a földrészeket is vonzza, tehát a talajt is vonzza, csak a vizet jobban el tudja húzigálni, mint a, mint a földet. De azért majd vegyétek észre, hogy a legtöbb földrengés akkor van, amikor első negyed meg utolsó negyed van. Vegyétek észre. Ja, amikor első negyed, utolsó negyed van. Miért? Most éppen az van. Most éppen az van, most éppen C alakú old, vagyis hogy cökkenő, ahogy a feleségem definiálta, mert van a csökkenő meg a dagadó ugye most éppen a cökkenő van, mert C alakja van ilyenkor a holdnak, azért cökkenő. De így meg lehet jegyezni. És visszatérve, itt, itt a számítástechnika már megvolt. Tehát űrhajókkal jöttünk ide a Földre. Nem mindenkinek volt űrhajója, nem mindenki volt űrpilóta, ma sem az. De ott egy pöcsbe rohangálnak a brazil őserdőbe, ugye? Egy csöcsbe, most már ilyen szempontból mindegy ott fél, teljesen félmesztelenül, vagy egészmesztelenül, ott rohangálnak az ősemberek, és megy a fejük fölött az űrállomás. Milyen korszakot írunk most, vagy milyen élünk most? Atombomba van, atomreaktor van, közben egy száll pöcsben rohangálnak az őserdőbe. Értitek? Milyen most ez? Milyen? Őskor? Okor? Milyen kor? Mert hogy minden van egyszerre. Gondold végig? Minden van. Ott megy a feje fölött az űrállomás, azt jó van. <coughs> És nézi. Látja, az, a brazil ősérdőből látja. Tessék parancsolni. És ha belegondolunk, a kőkori dolgok azok jobban megmaradnak, hogyha egy katasztrofa, ugye az agyaktárlak meg ezek megmaradnak, míg a papírra írt információ digitális nem marad. Vagy a mágnes lemezek, vagy a mágnes szalagok, vagy a az összes CD-k, DVD-k, ez megy a lecsóba minden. Eltelik 50 év, 100 év, senki nem tudja többet elolvasni. Nem lesz hozzá se számítástechnika, mert annyira változott. Hát gyerekek évek alatt úgy változik a gép. Amikor én itt elkezdtem, mondjuk 25 évvel ezelőtt nagyon a számítástechnikával már itthon foglalkozni, akkor mikor 2000 környékén, akkor, amikor építkeztünk, már nagyon jó számítógépek voltak. De már előtte 4 öt évvel Commodore az volt. És ott még föl lehetett venni Diskre, föl lehetett venni Magnóra. Van, van, is ilyen Magnó, amivel föl lehet venni az adatokat szalagra, rendes, rendes hangszalagra, ami ilyen kazettás Magnó. És föl lehet venni, de már megvan a floppy is, Hát még szar, mert hogy ne kevés adat fér rá, mert hogy 170 kB fér rá arra, amikor már 1,4 megabyte, vagy 44 fért rá a kis flopira, ami szintén egy magyar találmányon indult el, hogy aztán, hogy aztán hogy le ezt, azt nem tudom, a BRG-be kezdtek ilyet csinálni, itt, itt tőlünk egy pár száz méterre, 700 méterre tőlünk innen. De ott volt a BRG, és ott, ott gyártottak ilyen. A segédem az gyártott olyan magnót, hogy nem hittel senki, mert ilyen nem volt abban olyan mechanika, mint a szokott, hanem ilyen lapos, minden nagyon lapos volt, és majdnem akkora volt, mint egy kazetta a magnó. És szólt, működött. De majdnem akkora volt, mint egy kazetta. Kicsit volt nagyobb amivel le tudtad játszani a kazetát, és akkor ilyen acél voltak a, benne a mechanikák megcsinálva, és hát az egésznek a vastagsága ennyi volt, egy újnyi kis vacak volt az egész. Nem hitték el, hogy ő tervezte, ő csinálta, megcsinálta. Ne, kire szelte, megcsinálta. Igen. Nem, ott a nagyon terveztek, nagyon terveztek, szarabnál szarabbat. Hát igen, én, én dolgoztam, én ilyen cégnél ott is, hát két ilyen izé érnek volt, azoknál csak az olló dolgozott, az eszük nem. Volt egy, egy, nagyon aranyos főnököm, Szekeresnek hívták, egy rádióamatőr volt, és tényleg okos volt, és én még gonosz rossz indulatú rádióamatőrrel nem találkoztam. Valamiért azok nagyon jó emberek. És olyan, olyan jó ember volt, és akkor oda kerültem dolgozni, mert kifurtak a munkahelyemről. Jó dolgoztam, teljesen jó dolgoztam. Sőt, azért furtak ki, igen, igen. Mert ami megcsinált valami kollégám, egy nap alatt megcsinált két valamit, ilyen driving house-t, ilyen fogaskerék a ház, katonaságnak gyártották, és akkor a ilyen zsírral volt kitömve, hogy jó legyen. Na, hát én meg mindjárt megcsáltam belőle, vagy 40 darabot első nap. Na most ettől kezdve, na persze már fesz, bérfeszültséget okozott. Meg milyen feszültséget? Hát mert kiszúrta a főnököm, hogy nekem mindig kész van a munkám, mert csak benyújtom a szekrénybe, kiraktam, kész. Hát persze 40 volt, egész hónapra megcsináltam, ott volt a szekrényben, Csak kivettem egyet, és kész. Csak és ezt kiszúrta a főnököm, hogy valami nem stimmel. És akkor kinyitotta a szekrényt, hát a szekrénybe ott volt készen egy csomó. Már azt gondolták, hogy az öreg csinálta, aki előttem volt, aki nyugdíjban van, de nem, én csináltam. Az minden nap el, minden nap el, kellett, el kellett menni a, a, a kocsinak, Cseperre, a, a, az M2-től, az MK mellett volt ez a cég, a szembe a, a kocsmával, a nagy kocsmával, és ott az Akácsfúsz elejében volt egy ilyen bár, ilyen nagy, nagy bár, híres bár, és ott avva szembe volt. És, és minden nap el kellett menni az autónak, mert hogy minden nap leégetett egy műszert legalább. Ugyanaz a cég gyártotta ezt a műszert, de leégette. Tehát ki kellett volna cserélni, mert mindig leégette. tehát kiderült, hogy én sorba kapcsoltam vele egy biztosítékot. Hát akkor nem égettem le soha. Mert ha szorult a mechanika, akkor nagy áramot vett föl a cucc, és akkor kivert a műszert is. Akkor a áramot nem bírt el, nem 10 ampert vett fel, hanem amennyi a csövön kifért, és akkor bum, az akkumulátor volt ott, arról járattuk, egy akkumulátor az 90 ampert is le tud adni, hát persze, hogy a műszer az lángolva elfüstölt, és akkor mind, mindig ment az, a sofőr, vitte a, a csepperre a másik részlekhez, és onnan hozta vissza a jót. És ez egy járat volt minden nap. És a sofőr elkezdett nálam a reklamán, persze, mert volt Csepelennyi ennyi barátnője, aki ezért minden nap így el, el, el tudott menni. Aha. Há. De hát attól kezdve nem kellett menni, mert én nem égettem szét a műszereket. Szegény. Szegény. Hogy sajnáltam? Parancsolj. Gyuri bácsi, ezeket a fraktálokat. Mitől függ az elágazásnak a szöge? Mert ahhoz, hogy kialakuljon a megfoghatóság látszata, hogy bezáródjon a terület, ahhoz el kell fedniük egymás az ágoknak, ha jól Igen. Itt most különböző szögekkel... Az a, ha a megnézed a tetejét, ott van egy ilyen felületszerű már. Így van. De ez többféle szögnél is megjelenhet. Mert van olyan szög, ahol nem jelenik meg. Az is érdekes ábra, mint a legalján, Igen. 90 fokot fordul. Más is játszott ezzel a gondolattal. Igen. Ez is hasonlít mindenféle szimbólumokra. Igen, de, de, de nem így működik. De nem így működik. Más. Nem így működik, mm -hmm. hanem Még az almafánál valahogy a természet az almafánál jeleníti meg. Nem véletlenül az Éva almája, nem véletlenül. De van ott egy vagy van egy... Ezeknek a kis ágakáknak a legvégén van egy-egy alma. Nem lóg a fán, hanem a felületén kívül van egy-egy alma, mert itt már a források ennyire osztodnak. A kezdetben ott van egy forrásra leindul, az a törzse a fának, akkor ketté, megint ketté, megint ketté. És megtaláltam a Jakob bőménél a leírásban, hogy hogy működik az anyagi részecske. Ez van benne leírva, el. Ez a mikrokozmosz leírása. Már beszéltünk róla régebben. Ha a bőmekönyvnek hogy fölment az ára, hogy én nem megemlítettem, valahol megnéztük, és fú, nagyon fölszaladt az ára az Antikváriumban, mert keresik. De egy darabig kín volt az én, volt a, le lehetett tölteni a Meken, magyar elektronikus könyvtár kín volt ez a könyv, le is töltöttem, meg is van. Tehát aztán valamirat kiadó leharcolta, nem tudom, levetette. Tehát, hogy nem tudom. De megjelentetni, meg nem jelentetni. De erre így fölment az ára ennek a könyvnek, az Antikvárium ára. Fűtészok, földi misztériumról az a könyvnek a címe. Nézd meg, hogy milyen áron van. Sok ezer forintért adják. Mert, igen, igen. Mert hogy az arvisúra is, annak is tőment az ára, mert már nem jelenik meg. Igen, és az is innen indult el. Nekem még az arvisúra mikrofilmen is megvan. Amikor először megkaptam szombathelyen az arvisúrát kézbe, amit a pár Zoltán, aki leegyezte az egészet, az a fősámán, az, aki leegyezte, annak a lelke küldte el nekem, mert én nekem nem volt meg. És akkor szombatán küldte el nekem, ahol lefénymásolta egy nagyon kedves tanítványom, és 700 oldal az nem kevés. Nem 700 oldalas, de ennyit sikerült megszerezni. Aztán ez, ezen a nyomon elindult, aztán már megjelent bele két ilyen vastag, apró betűs könyv, tehát nagyon sok, de nekem megvan tízezer oldalnyi. Tehát az arvisúra több annál, mint ami megjelent. Az, az, az azt jelenti, hogy igaz írás, semmi más nem jelent, és az igaz írás abban le van írva a, az, ember, az egész történelmünk de aprólékos részletessége le van írva a történelmünk. Tehát nem az van, hogy a, a ezen a hágó jöttek át, meg azon a hágó jöttek át, mint amit nekünk tanítottak. Nem! Apró részletességig megvan van leltárva hány kecske, hány ló, hány birka, hány tehén, hány ember, hány... mindenről ott van. Kik voltak a vezetők? Annak a... annak, annak, annak. annak. Tehát precízen részletesen megvan minden. Ezt nagyon utálták. Hú, nagyon gyűlölték. De megvan, kés, késő. Bezúzták, mindent elkövettek. Igen, mert az megjelent, úgy bezúzták. Fővásárolták az egészet, és bezúzták. Elfogyott. nincs, nincs. eltűnt. Kis huncsot. Nincs. Ezt játszották. De megvan. Kanadában is megjelent, az is eltűnt. Mondjad, valamit kérdezni akartál. Az arvis urában, az arvis urák között. Az, az írások között van egy olyan, amiben ezt a ma honfoglalásnak nevezett honfoglalásunkat az ötödik honfoglalásnak írja az az író. Azt már az ötödiknek írja. Igen, mert hát ugye eredetileg az Ataiszról jöttünk el, de az Ataisz a holdütközéskor süllyedt el, utána nem sokkal, mert fölnyomta a túloldalról tehát nem, 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 ott, nem a csendes óceánnál csapódott be volt, hanem az atlanti óceánnál csapódott be a zöldfoki szigeteknél. Nem, nem függőlegesen csapódott be, hanem így súrolta a földet, kacsázott az oceánon egy nagyot, aztán elment. És visszajött egy idő múlva. Tehát ezek a vízözönök ebből erednek. Ugye, hogy becsapódott akkor a amit csinált, amit elképzelni nem tudsz. Szóval nem az, hogy kis árvíz volt, csinálunk jogát, ah, nem barátom, nem 10 méteres víz volt, hanem 1000 méteres. És te olyan jogát nem fogsz csinálni, a megszakadsz akkor -e. Voltak, a, voltak, akik el bizonyos bázisokba elbújtak, tehát voltak túlélők, de kevés mint ahogyha most nagyon, nagyon fűtik az atomáborút, most is kevés lesz a tuból az is nyomorék lesz. Ugye a rádióaktivitás miatt mind nyomorék lesz. Na, győzzetek, jó van, harcoljatok, hurrá! Na, kértje a föld saját magát, győztünk. Na, ki, ki fölött győzté, te idióta? Hát, mindenkit megöltél, tényleg ilyen hülye vagy? És tényleg ilyen hülye nagyon fűtik, és mondják, hogy nekünk van atombombánk, és majd mi megmutatjuk, és meg fogják mutatni, akkor pillanatok alatt nem marad semmi a Földből. Gyerekek, annyi atomfegyver van, hogyha ezek felrobannak, akkor kb. 50 méter vastagon kiég a Föld kristályosra. 50 méter vastagon. Tehát a, ha kiég, akkor gondolj bele, hogy akkor a, hiába bújsz a metrónál el, az Mondjuk a Kossuth van, vagy 50 méter mélyen, nem tudom, de jó lent van a Kossuth térnél, meg a Batyányi térnél is, ugye? azért olyan hosszú a lépcső, mert a Duna alatt megy át. És akkor az is lehetetlen volt, nem lehet, olyan nincs. Hát a Párizsban a hidon vitték át a metrót, nem. Nem, nem a szajna alatt vitték át, sokkal kisebb folyó. Ki csinált nagyobbat, Az a kérdés. Ki csinált jobbat? Több mint 2000 atombombát robbantottak fel eddig. Ezek a felvillanó pontok, ezek az atombombák robbanásai, ugye? Így Három percben. Bikini szigetek. Három percben sűrítve az összes atomfegyver, fölrobbantgatva, mindenhol robbantgattak. És pillanat, ez 57, 58, 59 akkor az Afrikában robbantgatták, a franciák, akkor bikini szigeteken robbantgatták, mindenfelé, ott a mexikói, na hát ott aztán új Mexikóban, ott aztán vadul robbantgatták, azért villog így, tele van, a megnézheted a gödröket, amiket vágott. Meg lehet nézni a Google earth beírod, hogy Google Earth-t, th-val a végén, beírod, azt a keresőben, és akkor föl tudod tenni a, a Google Earth-et, szóval az egy nagyon, nagyon jó térkép, le tudsz menni az utcát, megnézni, hogy milyen bolt van. Nagyon jó, nagyon jó. Meg tudod nézni az utcát, ott mész az utcán, és tudod nézni, mint ha ott menné gyalog, és látnád a boltokat, a hát Az emberek pofája ki van takarva, mert valahogy hisz, kitört a hiszti, mert éppen a szeretőjehez ment, vagy amit, és kitört a hiszti, az, ilyen személyiségű, olyan személyiségű. jó. Most én millió és millió városképet láttam, amin emberek voltak, nincs kitakarva a pofája. Hm. Ugye? De azért mondom, hogy hiszti. Már a, következőn következő nén meg nem hisztizik. Hát a, ilyen tömegről csinálnak egy olyan bontású képet lehet csinálni, hogy még a pattanásaid is jól látszanak rajta, vagy a mit tesz olyan, olyan nagyon jó képet lehet csinálni. Nem, hogy téged föl lehet ismerni, hanem nagyon is. Hát még mindig robban, robbantgatnak, ugye, még csak a 90-es évek itt az oroszok, meg az arabok. India nagyon robbantgatott abban az időben. Jól lehet látni. Nemzetekre lebontva. Nemzetekre lebontva, igen. Hogy hol robbantgatták. Ez az USA. Hogy nézd meg, hogy hány atombomba robbant fel. Úgy van. Úgy van. Ezek, ezek ugye, az már olyan hidrogénbomba volt, vagy olyan cárbomba volt, amit ott robbantottak. A kör a robbanó erőt is mutatja. Amit ilyen meglehetősen primitív módon trótilba határoznak, mert TNT-be az a robbanó erő a TNT. Hogy hány tonna TNT-t kellene fölrobbantani ahhoz, hogy ekkorát pukkanyon. Ez a mértékegység. Ez egy tudományos mértékegység. Úgy szól, ahogy van. Ez a hüvelyk is egy tudományos mértékegység. Mi? A is egy tudományos mértékegység. A hüvelyk is. Ez a hüvelyk. A col. Ez Ugye? Ez a col. Ez A Csomóban mérik a sebességet. Csomóban mérik a, a vízen a sebességet, mert ez egy relatív sebesség. Négy a hajó. Csak van egy, egy deszka, egy kötéllel, és azon vannak bizonyos távolságokban csomók. És akkor bedobják a hajóról ezt a kötelet, húzza maga után ezt a, mondjuk a jó húzza maga után ezt a deszkát, kifeszíti valamennyire, és hogy a sebességtől függően, hogy milyen magasra húzza föl a deszkát, ha nagyon gyorsan, meg feljebb húzza, tehát a csomók száma megmondja, hogy milyen gyorsan megy a hajó. A csomókban. Hát ezek mind ilyen, hát ilyen fényét per én azt szoktam ezekre mondani, hogy jó van. Tehát a, a, a föld teljes tele van rádióaktív szar szeméttel, amit szétszórtak ezek a hősködő hülye gyerekek. Ez a hidegháború volt, ami hát elég meleg volt a maga módján. Tehát mindig van ilyen, de régen is volt, nehogy azt hisz, hogy nem volt, csak akkor más volt. Tehát van most ilyen rakéták, a van légvédelem, az albán légvédelem az most is ilyen. Ugye? Tehát, ha visszatetted nekem ezt a nagyon aranyos kis óegyiptomi ábrát, amiben nagyon nyilvánvalóan elmondja nekünk egy bizonyíték, ez egy bizonyíték, hogy nem az a kultúra volt igaz, amit nekünk tanítottak. Tehát az, amit mondtak, hogy így mentek a tevével, úgy mentek a tevével, az annak a primitív történésznek a fejében valóban így történt, ő elképzelte, de csak a primitív történész szerint volt így, mert hogy számítástechnikát csak úgy nem használnak. A kínaiaknál megtaláltam a Yichingben, a Yichingben ott van a számítástechnika, méghozzá úgy, hogy 63 a legnagyobb száma a táblázatban, kettes számrendszerbe. Tehát abszolút ott van. Az egy 8 bites. Vagy hány bites? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ugye? De a 64 nem jó, 32, 64, 63, de 63 a legnagyobb nullával együtt, ugye az 64. Tehát Pár bites kis valamiről van szó, de akkor is számítástechnika. És számológép, és minden voltán, mechanikus, mechanikus számológép is volt, egész elképesztő. Mechanikusan is lehet. Azt gondolod, hogy hát annak mi értelme, az egy hülyeség, hát mert mi, mi, korszerű nekünk van. Hát ez egészen addig van így a te fejecskétben, ameddig nem ülsz egy vadászgépben, és követsz egy üfot. Mész utána. Nem lősz rá, csak mész utána. Nem csinál semmit, csak egységbe kerül veled. Lejebb megy, följebb megy, nincs baj. De amikor egységbe vagy vele, némelyik UFO-típusnál, így fogja magát a, az egész műszerfalad, ami tele van elektronikával, korszerű számítástechnika, kis színes képernyők, minden tökéletes. Csak egy nagy, nagyon nagy baj van. Ez Mindez így, puf, 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 puf eltűnik. Semmi nem működik, se a kormányod, se az izé. Mert régen az öreg migekben még húzták, kötéle húzták az izét a, a kormányzást. Ha, de itt nem úgy van. Itt számítástechnika van, és a számítástechnika lekapcsol, és mikor tölt be egy Windows. ugye Ha elkezdesz zuhanni, tudod? Van valami lokál, lokális izé, pil, pil, vadász, vadászgép Windows, valami van ami speciálisan a vadászgépekre lett kidolgozva, jó van. De mennyi idő alatt töltesz be? Mert te úgy elkezdesz esni, mint egy tégla. Kormányozni egyáltalán tudod a gépedet. Így esel lefele, mint a tégla. Ha alacsonyan mentetek az UFO-val együtt, akkor nem sok esélyed van, úgy katapultálni még tudsz. Ha magassan mész, hát azért annyira nem jót katapultálni, ha magassan mész. Miért? Nincs légyomás. Először hát van légnyomás, mondjuk a, tízezren tízezeren mész, úgy körülbelül olyan egyharmad annyi a levegő. Egyharmadnyi levegő van csak. De már ilyen 15 ezeren mész, vagy 12 ezeren mész, ott még annyi sincs. Na most, ez még a kisebbik baj, hanem mínusz 60 fok van. Na most ki, ki mész? Hát, ha ezek a szerencsétlen lehetőednyösök is ráfáztak néha a nyövel hogy a nagyon a termikre nagyon rátak a vihar felhőnél, és akkor így elkezdte őket megemelni a termék, Meg is emelte őket, oh, fú, fölmentek tízezer méterre. Ha már befagyott a segük, mert ezek nem voltak csak ezer méterre öltözve, de tízezeren sokkal hidegebb van, ezer méteren is van nulla fok, mert a felhő ott, ott van, és kicsapodik, ugye? Ezer méteren is van nulla fok, de ott már nagyon nullafok fok van, ott ilyen zebek a stupedli, mert ideg van. És akkor fölvitte őket, azt nem tudtak lejönni. Azt gyakorolták, hogy hogy kell zuhanni, meg ezért gyakorolták, hogyha nagyon fölkapja őt a szél, akkor meg úgy be lehet húzni a patlanernyőt is, hogy majdnem, mint a tégla jön lefelé, és amikor már kijött a bajból, akkor utána megint kienged, és akkor megint tud vitorlázni vele. Hát egy ilyen 50-es siklószámú jó kis el tud vitorlázgatni, ám nagyon messzire. Ha van egy kis emelőszél, akkor átmegy a Kárpátokon. Tehát vitorlázó repülővel is repülték át a Kárpátokat. Lengyelországba szálltak le, meg ilyenek voltak. Volt is még egy ilyen játékfilmben a kétszer, kettő, néha jött az egy ilyen ilyen vitorlázó repülős film volt és a, abba a szerelmi története persze át, át szőve rendesen, ahogy kell. És akkor így nézték a lányok is. Na, tehát vissza, visszatérve, még van egy csomó dolog. Ugye a kompaktság nagyon lényeges, tehát az, hogy nem kompakt az anyag, az mindjárt meg elmagyarázva, hogy hogy működik a biológia. A, a, alapvető a DNS működésében, ugye, hogy egy képet vetít. Tehát a DNS tulajdonképpen olyan, mint egy fényképen a festékanyag ami, ami ábrázol egy tevét, egy embert, vagy egy egyet, vagy akár tájat. Tehát bármit ábrázolhat, amit a lencsével rávetítettél a filmre. Ez rendben is van, csak hát hogy. Ez elkezd, ugye, ez a DNS elkezd vetíteni egy holografikus képet maga körül. A hologram azt jelenti, hogy teljes ábrázolás. Tehát egy élő, nem háromdimenziós hologramot vetít. Miért nem? Kimondtam a kulcsot? Élő. Az élő, így van, az már nem háromdimenziós. Ami élő, az nem háromdimenziós, hanem legalább négy. Gondold végig, a mozgás van benne. Dobog a szíved, vándorolnak az elektronjaid. Miért? Tudom, egy csomóféle dolog mozgás van benne, ez a lényeg. Az élet mozog, nem statikus kőszobor. még az is mozog, mert van őtágulás nagyobb lesz, kisebb lesz, nagyobb lesz, kisebb lesz. Ez ma A Vasút is én is előadja, nagyobb lesz, kisebb lesz. És ha nagyon meleg van, akkor nagyon nagyobb lesz, így földobja magát, és kész. földobja föl magát, ilyen gírbe görbe lesz. Azaz ilyen vastag vasút is én, ilyen vastag acél, és össze-vissza görbül, mint a makaroni megfőzve. Tehát úgy görbül el. Sőt, csináltak ilyen hidraulikus sinki egyenlítőket, meg ilyeneket. Láttam, hogy nagyon jó volt. <kül> Tehát megy egy ilyen szekér a sínen, aztán ilyen hidraulikával nyomkodja a vasúti síneket, hogy egyenes egyenek ki. És kiegyenesíti. Utána lehet rajta menni. Hát nem lesz olyan egy nyíl egyenes, mint volt, de hát azért menni lehet rajta. Mert egyébként meg berúgsz, mint a részeg. Úgy fogsz mozogni. Ez itt a jítségből származik ez a ábra. Ha egy kicsit jobban odafigyelsz, mi van itt ábrázolva? Na, na számítástechnikusok, mi van itt ábrázolva? A kettes számrendszer, a kettes számrendszer van benne ábrázolva. Helyi értékig. De, de, hogy figyelj csak, hát, szóval 63-ig megy. Igen, de a legfelső, tehát a, leg, a lassú vonal 32-e van. Ott van, hogy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a felső sorba, minárisan. Ami át van vágva, az legyen 1-es. Ami 1 sincs átvágva, akkor az a bal felső sarokban van, az a 0. És utána az 1-es van átvágva, a 2-es van átvágva, mert ezek a vonalak úgy, úgy számítanak, hogy, hogy 1, 2, 4, 8 az értéke és akkor 1, 2, 4, 8, és akkor ezeket összeadod, akkor kijön a szám, hogy amit jelent, amit leírtak vele. Ezzel mit írtak le? Leírták vele a DNS-t. Egész hihetetlen. Ez nem az, ez nem az, ez azt mutatja, hogy komám, kettes számrendszerben keresd a megoldást. Itt van, nézd csak, ez a kettes számrendszer, ebbe keresd a megoldást. Nem ez a megoldás. Ez azt jelenti csak, hogy, hogy igen, erre keresgélje. Ez érdekes hogy egyébként, hogy 6 bitet használ. 6 biten használ, igen, a igen. A kéval, hogy, amit ugye, 6 bitet a Nem 8 megoldás. bitet, hát, hát 6 bitet nem használnak, hanem ö, van a, a kettes számrendszerben 8-as, az oktális számrendszer. Ugye az oktális számrendszerben 7-ig lehet számolni. A felső sor igazából az, az maga, az oktális számrendszer, hogyha ott megnézed, mert az alatta lévőket nem veszed figyelembe, 3 biten 7-ig lehet számolni, ugye ott a felső sorban a jobb oldalt, az ott 7. Tehát 0-tól 7-ig az 8, ér, 8 értékes állapot, a 0 is beleszámít, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de nincs 7, 8 csak 7. És alatta utána tovább számol, ott lesz 8, ki lesz 10. És, a, és ez így szépen megy egészen az alsó sorokig, ahol már mind át van vágva. Tehát a 0, vagy az 1, a 2, a 4, a 8, a 16 és a 32 is át van vágva, és így lesz 63 a, leg, a jobb alsó sarokban ezen a képen. És ez láthatóan a kettes szemrendszer. És akkor egy kézen 31-ig lehet -e elszámolni? Igazából. Egy kézen 31-ig tudsz elszámolni, úgy van. Mert 1, 2, 4, 8, 16, de ha ezeket összeadod a 16-ot, a 8-at, a 4-et, a 2-t, meg az 1-et, akkor, akkor kapod az eredményt. Igen, és akkor ha, ugye azt gondolod, hogy hát ah, 5-ig tud elszámolni, nem? 31-ig el tud számolni, egy kézzel. Két kézzel már, hú. Mondta már nekem, gyerek, hogy hányat mutatok. Értette a kettem szármányzat, kiskölyök? Tényleg kiskölyök? ilyen öt éves. hányat mutatok? És tudta, el tudta magyarázni. Értette. De azt gondolta, hogy nehogy érteni a számítás technikát, bonyolult az... Menekültek előle, egy korosztály szanaszét menekültek az okostelefon az a bonyolult, nem a gyereknek a számítás Igen, nagyon még az okostelefon is bonyolult, igen. Most már nem, most Neem az nagyon rákapott a számítógépen, meg a Facebookon a dolgokat, a híreket nézegeti, szóval most már úgy rákapott, rákapott, de hogy mit harcolt az velem, Ó, nem, nem tudom miért, ez a korosztály harcol, hát igaz, hogy most 75 éves, hát azért 74 már elmúlt, úgyhogy mondja. Tényleg, hogy mindannyian, tehát, mert magamon magam is tapasztalom, hogy egy újabb platformot nem akarok megtanulni. Nem akarok megtanulni egy újabb közösségi oldalt, nem akarok megtanulni egy újabb csevegű Öreg oldalat, vagy, innen a... is látszik, hogy öreg De, vagy. Nincsen, nincsen szükségem rá, mert... Nincsen. Nem az nincsen. De közben, amikor valami vészhelyzet van, milyen baromi jó, ha tudod? Jó, köszönöm szépen. Na most rá visszatérve erre, erre a 64-re, erre a 64-es számra, hogy, nem, a tripleteket, hogyha megnézzük a DNS-be a tripleteket, tehát ugye a négyféle fehérje, az, a négyféle fehérje, mik azok? Adenin, guanin, citozin. Adenin, guanin, citozin és? Uracil. Na most ez, ez a... Mi? Timin, bizony, az uracil az a zárókód. Na, a lényeg, hogy, hogy a négyfélét, hogyha egymással variálom, tehát hármas triplet, tripletek tehát hármasával, akkor 64 variációt ad ki. Ha dubletekben nézem, párokba nézem, akkor a 20 féle aminosav, az nagyon érdekes, mert a 20 féle aminosav az, ugye 20x20 variációt ad ki, és a 20 20 az 400. És hogy a biológia könyvemben nem találom valaki le trombitának nézte és megfújta, nem találom azt a biológia könyvemet, amiben le van írva, ilyen régi biológia könyv, hogy 86-ot nem találtak meg a 400-ból. Hát úgy nézi néz, mit érdekes az 86. Ja. De ha kivonod a 400-ból, akkor kezd ez érdekessé válni, mert az 314 a francban. az meg a pi. Ó, hogy került oda a pi? Ugye? Hogy került oda a 64? ezeket érdemes megnézni, mert hogy a, a, a biológiában ez megjelenik, Persze sokkal bonyolultabb variációk. Ó, itt van, megvan. Itt van az összes variációt, megtalálta Péter, igen. De ez a 64 variáció. Nem? De. Na, 64, ez annyi. Tehát a tripletek, azért hármat vesz mindig, hogy mindegyiket mindegyikkel variálja, és a, a, ott az óval kezdődik, ugye? amiből három U van, aztán a jobb alsó sarokban meg három G van, igen. Úgyhogy, mert milyen jó lett, hogy megoperálták a szememet, minden el tudom olvasni. Már nagyítóval se tudtam elolvasni. Tehát ez a, fajta, ez a fajta dolog, ez nagyon fontos nekünk. Mert ez az életet hordozó anyagot jelent. De ez csak festékanyag, hogy tudjad. Tehát az életet nem azt hordozza. az hordozza, élet, az életet ez vetíti, mert ezek atomokat jelentenek, pontosabban a molekulákat, mert egy-egy ilyen, ilyen betű mögött egy-egy molekula van, nem egy darab atom, hanem egy bonyolultabb vegyület van mögötte, és ezek a betűk tehát jelzik, hogy ennyi piros, ennyi zöld, ennyi kék, stb., lehet, hogy négy színre vetítenek, nem háromra, mert a mi tévéink azok, meg ezek a képernyőink három színre bontanak. A piros, kék és zöld színre bontanak. A nyomtatónk az négyre, mire? Cian, az a zöldes kék, akkor sárga, aztán a bíbor, az meg ilyen lila. Ez a nyomtatóban, de van még egy fekete is a nyomtatóban, mert Hiába keverik össze a színeket, nem tökéletesen keveredik, és ezért ilyen szarbarna lesz minden. És ezért még rányomnak egy feketét, hogy valahogy kinézzen. Tehát, ahogy, ha én ki akarok színesben nyomtatni valamit, négy színnel nyomtatjuk kifele. A, a, a valóságban, a tévében, ott meg a fehéret adja ki a három szín kombinációt, de az kiadja a fehéret. Tehát itt is, itt nincs ezen a képernyőn fehér, ha megnézed, így nagyon jó a nagyítóval ezt a képernyőt, nincs rajta fehér. Nézzétek meg ott a képernyőtöket, ha nincs mivel megnézni, nyálasz meg az ujjat, kenjed oda a képernyőre, és akkor elbontja egy kicsit, és lehet látni, ott lehet látni az, hogy, hogy ott piros, zöld, meg kék szín van a képernyődön. Ezek mind fontosak, tehát az élettel kapcsolatban, és szünet után az élettel fogunk foglalkozni. Jó, ez nagyon érdekes lesz.